Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Az Evezz a mélyre szlogen jegyében mai vendégem Schulz György. Jó estét kívánok. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Nos, hát azt mondhatom, hogy lesz szó a Fehérvár Jövőért Egyesületről, a Jancsár Kert Termelő és Biopiacot működtető Piac és Közösség Egyesületről, a Város Kabinet igazgatójaként eltöltött időszakodról, az Alba Voráról, nagyon sok mindenről, hiszen szeretnénk megismerni téged, ugyanakkor nagyon-nagyon fontosak a kezdetek, ez minden ember életében így van. A gyermekkorodról kérdeznélek. Én Zuglóban születtem, és Zuglóhoz kötődik a gyermekkorom. A zugló is rászok átlagos életét éltem. Az iskolába járás mellett a legtöbb időt azt a focival, a Grundon, az úgynevezett Szamáréten, ott töltöttem el, és aztán igazoltam egy sportegyesületbe, a zuglói sportiskolába, és gyakorlatilag a gyerekkorom alsó éveitől kezdődően egészen a középiskoláig mindig játszottam egyesületekben. Tehát a tanulás mellett főleg a foci töltötte le ki az időmet. Jó tanuló voltál? Hát az általános iskolában szerintem én nagyon sokan közülünk, tehát ott jó tanuló voltam, elég jól teljesítettem a követelményeket, de nem voltam kiemelkedő. Talán egy jelentős változás jelentett, hogy a Szent István gimnáziumba, vagy az Első István gimnáziumba felvételt nyertem, és ott már egy sokkal magasabb szintű képzésben, oktatásban vettem részt. Angol nyelvet nagyon részletesen és alaposan tanultunk. De az rangot jelentett a Szent István általános iskola mindenképpen. Igen, igen, ez az Ajtósi Gyürel soron volt a Városliget mellett, még mindig van, sőt, a családunk több tagja kötődik hozzá, édesapám is oda járt ebbe a gimnáziumba, és két gyerekem is ott folytatta a tanulmányait. Tehát egy kicsit ez már a család gimnáziumának is tekintjük, azóta is tartja ezt a színvonalát, és mindig Magyarország első gimnáziumai közé tartozik. Igen, ott van a tízben mindenképpen. Igen. Miként választottál hivatást? Melyek voltak a kedvenc tantárgyaid? A kedvenc tantárgyaim a nyelveket szerettem, tehát az angolt elsősorban, de talán a humán tantárgyak még inkább érdekeltek, többek között felkeltett az érdeklődésemet, a világnézetünk alapjai, akkor volt egy ilyen tantárgy, és akkor egy kicsit jobban ráláttam a világra. De tulajdonképpen én elsőként én szállodaportál szerettem volna lenni. Hát ez elég furcsán hangzik, de akkor tájt, és akkor itt gondoljunk arra, hogy itt a 60-as évek közepéről van szó, a 60-as évek végéről van szó. Tulajdonképpen a nyelvtudás hasznosítása, meg bekerülni jó helyekre, elit helyekre, szállodákba, kapcsolatba kerülni külföldiekkel, vendégekkel, ez számomra egy vonzós perspektívát jelentett. Tehát kinyílt volna a világ, ha úgy tetszik. Igen, 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 ezért is gondoltam ezt az irányt. De aztán úgy alakult, hogy felvételiztem a Marsz Károly Közgazdaságtudományi Egyetemre, akkor tájt Magyarországon a közgazdászképzés még csak ezen az egy egyetemen keresztül bonyolódott, tehát itt történt a közgazdászok képzése, illetve tudom, hogy a Pécsi Tudományi Egyetemen belül volt még egy közgazdasági kar, ahol képeztek közgazdászokat, de máshol nem, tehát nagyon nehéz volt bejutni, nekem nem is sikerült elsőre, úgyhogy egy évet dolgoztam. De azért ez nagyon fontos időszak, annál is inkább, mert hogy ugye említetted, hogy csak ezen az egy egyetemen folyt közgazdászképzés, a másik, tehát nehéz volt bekerülni, a másik viszont az előbb mondtad, hogy humán érdeklődésű voltál. És ez a kettő miként fért meg az első időszakban? Voltak nehézségeid az elején? Hát igen, igen, természetesen voltak. Hát a humán érdeklődésem, tehát ez végig fut az életemen, tehát zongorázni tanultam, nagyon sokat olvastam, szerettem a verseket, szerettem a képzőművészetet, jártam rajzszakkörre, művészettörténetet olvastam, de hát mellette a világ valós dolgai, a reális dolgai is érdekeltek, de természetesen gondjaim voltak mondjuk a lineáris algebrával az egyetemen, és azt hiszem, hogy harmadik UV-n sikerült átmenni,
és ezzel bemaradni az egyetemen. Tehát a kimondottan nehézre állt tantárgyak, azok meg kellett erősen küzdenem, de már a többi kicsit már lájtosabb tantárgyakkal, politikai gazdaságtan vagy filozófia, tehát ezeket már úgy szerettem. Tehát ezek szerint megerősített az 5 év, amit az egyetemen töltöttél. Igen, és ez a kettőség, tehát hogy a reálszféra szeretete, ismerete és a humánszféra kedvelése, ez végig fut az életemen. Az egyetemen nagyon jó társaságba kerültem, különösen már a felső évfolyamokon. Én közlekedő szakra jártam, és más karokról, más szakokról nagyon jó barátaink lettek, Rácz Ágit, Gyarmat Istvánt, említem Tarcsi Gyulát, akik még inkább sarkaltak arra, hogy minden energiával, a lehető legtöbbet el kell sajátítani az egyetemen, pályázatokon vettünk részt, tanulmányokat írtunk, szerveztünk egyetemi megmozdulásokat, tehát már ott az egyetem vége felé nagyon, nagyon készültem arra, hogy közgazdászként valamit letegyek én is a sok tanulás után az asztalra. Az egyetemet ugye 75-ben végeztem, és ezt megelőzően, talán a fiatalok számára kevés ismert, hogy 1968-ban volt Magyarországon egy gazdaságirányítási reform. Akkor az úgynevezett új gazdasági mechanizmus bevezették, a régi tervutasításos direkt irányítási megoldás helyett, és egy sokkal piacbarátabb, szabadabb, a vállalati önállóságra jobban építő, a piaci árérték viszonyokat jobban figyelembe vévő gazdasági mechanizmus alakult ki, és mi, akik ezt tanultuk az egyetemen a 70-es évek elejétől, tehát ennek a gazdasági reformnak a közgazdász követei voltunk a későbbiekben. Merre vezetett az utat? Tehát egy fiatal közgazdász előtt, ráadásul egy olyan intézményben végzett közgazdászként nyilvánvaló, hogy számtalan lehetőség kínálkozott. Igen, hát ha csak a közlekedés szakágot tekintjük, akkor természetesen a légi közlekedés, a vasút közlekedés, a közúti közlekedés voltak a választási lehetőségeink. Engem alapvetően nálam az döntött, hogy egy alkalommal Székesfehérvárról, a Volán vállalattól megjelentek olyan vállalati vezetőképviselők, akik bemutatták az itteni törekvéseket, és kiemelten az itteni számítástechnikai, informatikai fejlesztéseket és célokat. Ugye a Videoton hazájában Székesfehérvár, a Volán vállalat, és nagyon úttörő lépéseket tettek. Mi az egyetemen elkezdtük a számítástechnikai alapjait tanulni, de tényleg csak az alapokat, programnyelveket, és emiatt teljesen ismeretlenül, hiszen Székesfehérváron egy ismerősöm, egy rokonom nem volt, már az egyetemen a feleségemmel együtt, hiszen megházasodtam, sőt egy gyermekünk is született, tehát a kisgyermek pár hónapos korában a feleségemmel együtt, és még egy közgazdász házaspárral együtt Fehérvárra jöttünk, vállalati ösztöndíjas ként, ennek a vállalati ösztöndíj folytatásaként. Mi fogadott az Alba Volánnál? Hiszen nyilván az átalakítás nehézségei azok megvoltak. Tehát az új gazdasági mechanizmus után nagy feladat várt a közlekedés, a közösségi közlekedés megváltoztatására is. Tehát ez egy rendkívül fajsúlyos időszak lehetett. Hát valóban így volt. Még egy emlék beugrik, hogyha elmondhatom, hogy előtte Székesfehérváron csak egy alkalommal jártam, emlékeim szerint, mikor autostoppal mentem Budapestről Zamárdiba, és az első autó Fehérvárig hozott el, és emlékszem, hogy nagyon sokáig kellett a Balatoni úti felüljáron várakoznom egy következő stoppos lehetőségre, de ez csak tényleg mutatja azt, hogy szinte azt mondom, hogy nagy kihívás volt, és persze fiatalként az ember ezeket könnyen veszi. Tehát meg kellett ismerned a várost egyik oldalon. Barátokat kialakítani, kapcsolatokat kialakítani. Kvalitásos munkád volt, az nyilvánvaló, de hogyan lettél székesfehérvári? A munkán keresztül elsősorban? Hát alapvetően igen. Ezt szüleimtől örököltem, és talán a nagypapámtól is a munkaszeretetet, a munkaalkoholizmust, ahogy manapság ezt mondjuk.
A vállalat, a Volánvállalat, amelyik fogadott bennünket, egy nagyon jó szervezet, a Volánvállalatok között az élvonalba tartozó szervezettségi tekintve vállalat volt. Mi egy 2-3 hónapos program szerint ismertük meg a vállalat különböző területeit, és ezt követően én a közgazdasági osztályhoz kezdtem el, mint elemző közgazdász, és akkor kezdtem el foglalkozni a vállalati belső érdekeltségi rendszer fejlesztésével, az egyes üzletágakkal. Akkor tehát a Volán az egyik legnagyobb megyei vállalat volt, tehát 4500 alkalmazottja volt, és Dunaújvárostól Bicskéig voltak telephelyei, vagy Mortól Enyingig. Tehát nagyon nagy vállalat volt, és jó szervezett vállalat volt, és nagyon nívós feladat volt, hogy mondjuk az új alapokat, a részesedési alapot például, az új vállalati mozgástérnek megfelelő tartalékokat, alapokat kidolgozni ezekre a vezetés számára a javaslatot tenni. De rövid idő után átkerültem az úgynevezett forgalmi munkaügyi területre, és ami még közelebb állt hozzám, hiszen ott történt az összes autóbuszvezető, gépkocsi vezető felvétele, képzése, továbbképzése, az ő időbeosztásuknak az ellenőrzése, szervezése. Tehát ebben nekem különösen az volt a jó, hogy rengeteg embert megismertem. Azért pestiként más közegben éltem, mondjuk egy ilyen polgári életet éltünk a szüleimmel, családommal, mint itt Fehérváron, és számomra rengeteg újdonságot jelentett az a sok baráti kapcsolat, ami kialakulhatott, és máig is tart, hiszen szombatonként nagyon sok volt volánossal, találkozom olyan csákkerben is. Igen, hiszen annak idején segítetted a sportklubot is kabinetigazgatóként, erről majd később esik szó. Az, hogy tetten érhető volt a fejlődés napról napra, ez elégedettséggel töltött el? Igen, de én elég nyugodtan természetű vagyok. Már abban a tekintetben, hogy mindig szeretek előre menni, előre gondolkodni, vagy újakat, az újakkal foglalkozni. Mások inkább reformernek tartottak, tehát kezdtem a közgazdasági reformerséggel, de ez az újat akarás, a jelenlegi helyzet kritikája és ebből való továbblépés, ez végig jellemző volt rám. Szeretem új helyzetekkel ismerkedni, és egy későbbi szakaszban, amikor már a vállalatvezetője lettem, akkor például az volt a nagy kihívás, hogy ezt a nagy homogén állami vállalatot a maga 4500 főjével, 1200 járművével együtt megfeleltetni a piacgazdasági viszonyoknak, hiszen egyértelmű volt, hogy a gazdasági mechanizmus hatására a piac elkezdte szétszedni az árufuvarozást, hiszen magánvállalkozók vásároltak járműveket, egy állami vállalatnak nehéz volt versenyezni a maszek fuvarosokkal, beépültek megbízókhoz, és tehát az lett a dolog vége, hogy le kellett választani a versenyszférát, vagyis az árufuvarozást, rakodást a vállalatról, meg kellett tartani az országos, megyei, városi menetrend szerint működő autóbuszközlekedést, de a kettő szétválasztás az nyilván nagyon nehezen ment, sok érdeket sértett, bizony voltak nekem is nem teljesen pontos döntéseim, de végül is igazoltak például ezt a versenyszféra leválasztását, az, hogy ma Székesfehérváron és Magyarországon van egy Alba Cölling vállalat, hiszen a megalapítója, Cserta János akkortájt találkozott a Cölling úrral, akkor tárgyaltunk velük, és akkor állapodtunk meg arról, hogy akkor egy önálló üzletág lesz, majd pedig egy önálló KFTV-vel alakult. De a Mercedes haszonjármű szerviz is akkor került Fehérvárra, hiszen vásároltunk 30 Mercedes kövöl szerelvényt, és ez már egy olyan mértékű beruházás volt, hogy a Mercedes-től ki tudtuk azt hajtani, hogy egy szerviz is építsenek a vállalatnál. Tehát vannak olyan üzletágok, tehát teljesen bebizonyítják azt, hogy ez a versenyszférának a leválasztását az állami ágról, a menetrendszerinti személyszállításról, ezt meg lehet sikeresen oldani. Ez rendkívül sikeres időszak volt. Ugyanakkor mit tette szükségessé a váltást?
a váltásnál a gazdasági nem, váltása? Nem a gazdaságit értem ez alatt, hanem az életemben? Az életedben. Uh-huh. Hát pont ezekben az ellenállásokban való beleütközésnek az eredménye volt, hogy ugye ez a sok reformlépés, az új gazdálkodási egységek megalakítása, megszervezése, ebben a kialakult statikus állapotú struktúrában elég sok érdeket sértett, és a végén úgy döntöttem, hogy akkor megpróbálom ezt nem állami vállalat keretében ezt a tevékenységet folytatni, és gyakorlatilag maradtam a közlekedés szférájában, de gazdasági stratégiák kialakításával ezeknek az állami volánvállalatoknak az állami részvénytársaságát történő alakításával, ami egy következő lépés volt. Tehát itt 13 volán esetében működtem közre, majd pedig a pénzügyi közgazdasági terület felé orientálódtam, és hát itt dolgoztam. Ekkor elkerültem Fehérvárról, és ez mint egy 10 éven keresztül tartott. Igen, tehát ez egy emberöltönyi időszakról beszélünk, amit közgazdászként eltöltöttél. Aztán jött egy felkérés. Én azt gondolom, hogy Székesfehérvár számára mindig nagyon-nagyon fontos volt minden egyes polgármester időszaka a rendszerváltás után, és egy különösen sikeres időszaknak tekinthetjük Varvasovszky Tihamér regnálását is, hogy lettél kabinetigazgató. Pontosan igen, ahogy említetted, tehát egy felkérés érkezett, hogy lenne kedvem városstratégiai kérdésekkel foglalkozni, vagy egy városi szintű gazdaságfejlesztési programot kidolgozni, ebben részt venni, és ezt végrehajtani. És ugye, mindig érdekeltek a társadalmi kérdések, a szociális kérdések, mindig érdekelt az, hogy egy 100 000-es városnak az életét hogy lehet korszerűbbé tenni, jobbá, szebbé tenni, és én akkor gyakorlatilag ezt örömmel elvállaltam, hiszen székesfehérvárivá váltam ez alatt az időszak alatt, és Székesfehérvár teljesen a szívemhez hozzanőtt. Én képes voltam nagyon késhegyig menő csatákat vívni, mondjuk Veszprémmel akkor, amikor a régióközpont szereplő volt szó, vagy Debrecennel, akkor a Kósa Lajos volt még a polgármester, hogy egy ilyen részecske kutató európai központ kialakítása az most Fehérváron történjen meg, vagy Debrecennel. Tehát Székesfehérvár mindig is vonzott, és ez a kihívás is vonzott. De ez nagy váltást jelentett az életemben, de azt hiszem, hogy a polgármester hivatal életében is, hiszem, én közben 10 évet a magánszférában, a vállalkozási szférában dolgoztam, sőt dolgoztam angol cégnél, ennek a magyarországi képviselője voltam, tized magammal dolgoztunk ennél a cégnél. Tehát én a versenyszférának a nagyon hajtós és nemzetközi kitekintésű munkakultúráját hoztam el a polgármester hivatalba, egy kicsit itt megint a kuktojásnak tekintettek. Igen, hát kivételes lehetőség volt, hiszen azt tudjuk, hogy Székesfehérvár számtalan jelzős szerkezettel büszkékedhet, királyi város, koronázó város, a sportvárosa, a kultúra városa, és így tovább. Viszont a gazdaság fejlődésének sem lehetett gátat szabni, és ebben kivételesen fontos szerepe volt annak az új struktúrának, amit bevezettetek, hiszen a fejlesztési stratégiáktól kezdve a különböző nagy cégek településén keresztül az mind-mind ennek az időszaknak köszönhető. Igen. Hát én tulajdonképpen könnyű helyzetbe kerültem, mert azt folytattam a polgármester hivatalban, amit én a versenyszférában. Tehát én angolul jól beszéltem, közvetlenül tudtam befektetőkkel tárgyalni, ismertem a vállalati szféra működését, és ilyen értelemben értettem a befektetők nyelvén. Tehát ezek úgy történtek, hogy például Dániából megjelent 3 szakember, leültünk az asztal mellé, nyilván ők már nagyon felkészültek voltak, de érdekelte azokat, őket, hogy a város milyen szakképzési háttérrel rendelkezik, milyen munkaerő háttere van, és egy ilyen beszélgetések sokaságából jött ki, mint ebben az esetben például a Grundfos vállalat, hogy Tatabánya után Székesfehérvárra is települt. De nagyon sok pozitív példát tudnék mondani,
és természetesen negatívokat is, hiszen nem minden valósult meg. Nagyon sok energiát kellett ezekbe a tárgyalásokba belefektetni, de sok esetben egyszerűen hát többnyire politikai döntések hatására, vagy más lobbik elvitték a Fehérvárra előkészített vagy tervezett dolgokat. Stadlerre utalhatók, vagy akár az Audinak volt egy törekvése, hogy Fehérvárra jöjjön. Ennek ellenére tehát megerősödött a Fehérvár gazdasága mindenképpen, a vásárváros jelleg nem különben, csak egy rövid felsorás pólusprogram, innovációs park, az Európai Középvárosok Együttműködési Hálózata, ez mind-mind ennek az időszaknak köszönhető. Ha így visszatekintesz, eredményes volt ez az időszak, amelyet kabinetigazgatóként töltöttél? Hát én egyértelműen azt mondom, hogy igen. Alapvetően ez a gazdaságfejlesztés, a befektetőkkel való tárgyalás, a Székesfehérvár iránti bizalom megteremtése. Tehát jött az amerikai nagykövet, mentünk a Videótomba, jött Európai Uniós biztos a Hímerház átadásakor. A Hímerház első ütemének átadása is egy nagy kihívás volt. Sikerült ezt nagyon színvonalasan megoldani. Egy díjas belső építész, a Hefko Mihály elvállalta ennek a kialakítását. Máig is csodájára járnak. És így jöttek mindig az újabb és újabb ötletek és lehetőségek a városba. A negatívumok közé, hiszen nem minden tárgyalás vezetett eredményre. Én például másként képzeltem el a királyi napokat, mint ahogy most a Szikora Jánosék ezt megszervezték. Szerettem volna egy csodák palotáját Székesfehérváron. Szerepelt egy ilyen projekt a tervünkben, és ilyenkor én minden követ megmozgatok. Én saját pénzből elmentem Belgiumba, egy Fehérvár nagyságú városba, Mehelembe megnézni az ottani Technopolis csodák palotáját. Farkas Bertalant elhívtam Fehérvárra, és már azon gondolkodtunk, hogy hogy tudnánk oly közvetet hozni majd ebbe a csodák palotájába. De el kell fogadni, hogy az élet ilyen, hogy nagyon sok kísérletet kell tenni, ami pozitív, de nagyon sok energiát kell fektetni abba, hogy ez a pár pozitív dolog azért kijöjjön. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy a pozitívum sokkal több, mint az ott esetben a negatív élményekig visszamenőleg. És hát egy érdekességről azért beszéljünk így ennek az időszaknak az eredményeként, hiszen méltatlanul keveset beszélünk arról, hogy kinek köszönhető az 1938-as királyi napok, ha úgy tetszik, a Szent István ünnepségek kapcsán, hiszen a Városháza freskó az a humán érdeklődésnek köszönhetően került ismét a régi fényében, a Városháza dísztermében, hiszen egyszerűen ezt megláttad, akkor már a Székesfehérvár Jövőért Egyesület tagjaként egy fényképet. Igen, így történt. Tehát rám az a jellemző, hogy ilyenkor a feladatok áthatják a munkaidőn kívüli részeket is, és akkor ízig-vélig fehérvári vagyok, vagy mindig valamilyen fehérvári, vagy valamilyen javító, fejlesztő megoldást kutatok, keresek. És így történt, a főutcán régebben voltak még ilyen kirakodó vásárok, és egy árusnál láttam egy fotogyűjteményt, a 38-as Fehérváron megrendezett országgyűlésről, és itt a fényképek hátterében tűnt fel, hogy betűket és feliratot látok a falon. És akkor ezt kezdtem szisztematikusan ezeket a fotókat összerakni, ezt a hatoszlopnak megfelelő szöveget összerakni, hiszen ez is egy komoly és minden napot levő, előttünk levő bizonyíték annak, hogy milyen óriási történelmi szerepe és jelentősége van Székesfehérvárnak, különösen az első időszakban, a történelmünk első 500-600 évében. Tehát így ez a történelmi tabló így kerülhetett a helyére, igen. És akkor már a Székesfehérvár Jövőért Egyesület tagja voltál. Ez egy fontos lépcső volt a város életében, jelenleg is az, hiszen jelenleg viszont már gazdasági vezetőként segíted ezt a munkát. Valóban a város műszaki és humán értelmiségei közül nagyon sokan tanárok, orvosok, közjegyzők, vállalatvezetők, vállalatigazgatók a tagjai ennek az egyesületnek, és akkor azon próbálunk most már itt 15 éve
az én részvételemmel. Egyébként az Egyesület maga már több mint 20 éves, tehát próbálunk mindig Székesfehérvár fejlődése érdekében valamilyen újszerű megoldásokat kitalálni. Hát mellette természetesen adományokat gyűjtünk, és akkor ezeket a tagdíjakat időről időre valamilyen jó célra felhasználjuk. Ez történt most legutóbb is, amikor én közel 5 millió forintot felajánlottunk a városnak a járvány, a Covid elleni védekezésére. Ez egy rendkívül fontos történet. És megérkeztünk tulajdonképpen a MÁ-ba. A nézőink figyelemmel kísérik nyilvánvaló, hogy 8 esztendején már egy új lehetőség nyílik azoknak, akik szeretik a bioélelmiszereket és az őstermelők által termelt árukat, hiszen a Jancsárker termelő és biopiac 8 esztendén létezik. Honnét jött a gondolat? Azt tudjuk, hogy az innovációban ott vagy a nagyon magas szinten, de ez mégis más. Hát 10 éve vagyok nyugdíjas, és a nyugdíjam első éveiben természetesen nem tudom, és nem is akarom a munkából nem akarok leállni. A tatabányai ipariparban voltak feladataim, megbízásaim, és ott találkoztam egy móri vállalkozóval, Perecsényi Györggyel, akinek Székesfehérváron Balatoni úton volt ez a 6000 négyzetméteres területe, és nem tudta igazán, hogy mire kihasználni, mire tudná hasznosítani, és akkor találtuk ki azt, hogy annak a trendnek megfelelően, hogy egyre nagyobb igény az egészséges, valóban háztáji, rövid szállítási távolságról beérkező termékek iránt, hogy létesítsünk egy ilyen piacot, és hát gyakorlatilag így hát eléggé retro építészeti körülmények között, de akkor elkezdődött kicsiben ez a székesfehérvári termelői piac felépítése, és ez most oda fejlődött, hogy egy tulajdonos váltáson ment keresztül. Itt is sikerült elérnem azt, hogy olyan tulajdonos van most jelenleg ennek a területnek, aki értékeli ennek a piacnak a hangulatát, a városban betöltött szerepét, hiszen egy évben van legalább 70 ezer vásárlónk, most már 400 piacot tartottunk, és ő nem szüntette be a piac tevékenységét, ellenkezőleg felújítja ezt a csarnokot, és maga áruházát, a maga tevékenységhez tartozó áruházát, ez az Ecofamily országos áruház láncnak egyik gyöngyszemét felépíti ugyanazon a területen. Tehát egy ilyen nagyon páratlan magyarországi együttes fog kialakulni, friss háztáji élelmiszerek minden nap hozzáférhető módon, és csomagolt, nagyon jó áron, színvonalas magyar élelmiszerek, és mindez magyar tulajdonosokkal és magyar háztáji termelőkkel. Ami kiemelten fontos, a személyeden túl mi a folyamatos fejlődés záloga? Miként látod? Hát szerintem a nyitottság, meg az új iránti fogékonyság, az új információk befogadása. Én nagyon sokat voltam külföldön, szinte valamennyi európai országban vettem részt, hát elsősorban szakmai utakon, de nagyon sok külföldivel beszélgettem. Hát eléggé kialakult az ismeretvilágom, ami felé érdemes fejlődni. Hát most például, ami igazán foglalkoztat, az egészséges táplálkozásnak a hozzájárulása az ember egészségéhez. Tehát nagyon elszomorít az, hogy és akár a Covid-járvány kapcsán is, hogy az emberek életébe kerül az, hogy vannak olyan alapbetegségei, amelyek elkerülhetők lennének, vagy gyógyíthatók, és hogy ehhez mi az egészséges táplálkozás szerepe, valamint az is foglalkoztat, hogy mi egy modern piac szerepe a jövőben. Tehát új generációk, hogy viszonyulnak egy hagyományos piachoz, az otthonfőzések és az éttermi vendéglátások, hogy alakulnak egymáshoz. Ez az egész terület is átalakulóban van, és hát itt kellene tudni megragadni azt, hogy a jövőben meg lehessen őrizni ezeket a magyar háztáji értékeket, termékeket. Nos, hát én azt gondolom, hogy lesz dolgod még bőven, és ismerve téged ezeket az elképzeléseket, jövőképet meg is valósítod.
Ehhez kívánok én jó erőt, egészséget, és hát nyilvánvaló, hogy a piacon fogunk találkozni. Köszönöm szépen. És köszönöm, hogy megtiszteltél. Számomra köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Sulc György volt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!